adassék nekik gyönyörűség, szerelmükért örökös hűség, s adassék könny is, hogy kibírják a világ összegyűjtését. Kinyillott a rózsa anyák ünnepére, illatos csokorra bőven jut belőle. Aki értünk, annyit s oly szívesen fárad, dallal és virággal köszöntjük anyánkat. Várkonyi Katalin szavaival köszöntöm Önöket nagyon nagy szeretettel a Szendi Pál református idősek otthonába, az anyák napja alkalmából rendezett ünnepségünkön. Külön tisztelettel köszöntöm körünkben nagy tiszteletű Mihalina László lelkész elnök urat, és elsőként szeretném is felkérni igei köszöntése megtartására. Áldás békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit Pál apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Pál apostolnak az első korintusi leveléből szeretném felolvasni az első rész, negyedik versét. Hálaadás. Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor. Amen. Kedves testvérek, anyák napja alkalmából hálát szoktunk adni mindenek előtt az édesanyákért, a nagymamákért, de mindenkiért, aki a környezetünkben van és segítette azt, hogy felnövekedjünk lélekben, testben, épségben, és olyan érett felnőtté válhassunk, hogy megálljuk a helyünket az életben. Én most olyan bibliai édesanyákról szeretnék beszélni, akikért szintén hálát adhatunk, mert példaértékű az ő életük. Példaértékű az, hogy hogyan és miként élték az életüket, és az ő történeteikből erőt meríthetünk mi is. Ha édesanyák vagyunk, nagymamák vagyunk, ha édesapák vagyunk, mint én is, három drága fiúgyermekkel, vagy valaki nagypapa, aki itt ül, vagy aki segítette családok életét bármilyen minőségben is, erőt meríthetünk a bibliai édesanyák példájából. Először is az Ószövetség lapjait, hogyha elkezdjük éppen a legelejéről, akkor találkozunk Sárával, Ábrahámnak a feleségével, Izsáknak az édesanyjával. Sára volt az, aki először nevetett, amikor azt hallotta, hogy idős korában gyermeke fog születni, mégis az Úristen megadta a gyermek ajándékát, Izsákot, neki a neve jelentése is az lett, a nevetés gyermeke. És én azt gondolom, hogy az ő történetéből meg lehet tanulni azt, hogy jó dolog várni az Úr szabadítására. Jó dolog várni arra, hogy az Úristen megáldjon bennünket. Jó dolog várni türelmesen arra, hogy az Úr segítsen. Nagyon sokszor emberi dolgokkal megpróbáljuk siettetni az Úristennek a munkáját. Nagyon sok esetben szeretnénk mi emberi eszközökkel belenyúlni az Úristen tervébe.
és elősegíteni azt, amit az Úr a maga tempójában szépen elkészített nekünk, és ott van számunkra. Mégis mi emberként, főleg ebben a felgyorsult világban szeretnénk siettetni a dolgokat. Ebből a történetből azt tanulhatjuk meg, hogy jó türelemmel várni az Úristen cselekvésére. Ha tovább lapozzuk az Ószövetséget, elérkezünk Mózes történetéhez és Mózes édesanyjához, Jokébethez. Jokébet számomra, és azt gondolom, hogy mindenki számára, aki itt ül, édesanyaként az Úristenbe vetett feltétlen bizalomnak a példaképe. Annak az édesanyának a példaképe, aki még abban a nehéz helyzetben is, ahol a kis gyermekeket bizony a fáraó elrendelte, hogy tüntessék el, ne éljenek tovább, ebben a nehéz helyzetben is Jokébed az Úristenre tudja bízni az ő gyermekét, amikor gyékény kosarat készít, szurokkal bekeni, a Nílusra helyezi, és a gyermeket belé, innen ugye a Mózes kosár elnevezés már napjainkban, és amikor a Mózes kosárban vízre bocsátja kicsin gyermekét, akkor el kell, hogy engedje, nem tudja, hogy ott a Níluson hova fog majd úszni, mi fog vele történni, de bízik az Úristen kegyelmében. És amikor mi elengedjük gyermekeinket, valakinek távoli városokban élnek a gyermekei, valakinek távoli országban. Nekem is a nagyfiam Máté Debrecenben tanul most már, és el kellett tudni engedni őt, és nehéz az atyai szívnek, vagy egy édesanyai, nagymamai, nagypapai szívnek elengedni távoli városba a gyermeket, nem tudni, hogy mi lesz vele. Magára hagyatva, önállóan kell megállnia a helyét. És ebben az esetben, amikor mi emberek elengedjük a gyermekeink, az itt ülő idősebbek, az unokák kezét, akkor bízni kell abban, hogy nem csak úgy elengedjük a kezüket, hanem egyben át is helyezzük a mi mennyei atyánknak a kezébe, az ő kezüket áttesszük, a mi Istenünk atyai gondoskodó szeretetébe az ő életüket, és biztosak lehetünk afelől, hogy gondoskodni fog róluk. És Mózes ezt élte meg, Jokébed rábízta Istenre, hogy gondoskodjon ő róla, és Isten gondoskodott. Megtalálta Mózes a családját, felnövekedett, ráadásul édesanyja közelében, és jó helyre került, az Úristen gondoskodott róla, és ugye a nép vezetőjévé tette aztán később. Megtanulhatjuk Jokébettől az Istenbe vetett feltételen bizalmat. Aztán ott van Anna, az ószövetségi édesanyák közül, Sámuelnek az édesanyja, aki szintén elengedi a gyermekét, rábízza az Úristenre, a szentély szolgálatába állítja Sámuelt, Éli főpap gondjaira bízza, és Annától én azt gondolom, hogy azt tanulhatjuk meg, hogy hogyan lehet kitartóan imádkozni a családunkért, a gyermekekért. Még akkor is, hogyha távol vannak, akkor is, hogyha nem találkozunk minden nap a családunk tagjaival, lehet imádságban hordozni őket, könyörögni őértük. És hagy hozzak ide egy nem bibliai példát, az egyház történetből egy nagy egyházatyának, Augustinusnak, Ágostonnak az édesanyját, Mónikát, aki évtizedekig imádkozott a gyermekért, és nem csak azért, hogy viseljen gondot rá az Isten, hanem azért is imádkozott, hogy térjen meg, változzon meg az ő élete, ez a kicsapongó életet élő fiatal ember, aki az élet élvezeteibe találta meg az ő boldogulását, de nem érezte mégsem boldognak magát. Nagyon sokáig imádkozott az édesanyja azért, hogy megváltozzon az élete, helyre tegye az Úristen, megtérjen és álljon be az ő szolgálatába. És a több évtizedes imádság, ahogyan Annánál is a sok imádság célra vezetett, úgy Mónikánál is, Augustinus édesanyjánál. Az Úristen meghallgatta azt a sok elmondott imádságot, és megsegítette az ő családját, az ő gyermekét,
És tudjuk azt, hogy Ágostonból nagy egyházatja lett, püspök, tehát az Úristen szolgálatába állt. És még ha úgy is gondoljuk, hogy elkallódnak az ifjak manapság, lehet a családunkat imádságban hordozni, hogy az Úristen térítse vissza a helyes útra, ölelje magához őket, hogy az ő szolgálatába álljanak. Aztán ne csak az édesanyákat emlegessük, hoznék egy anyóst is példaképpen. Bár ismerjük talán azt a kis tréfás, találós kérdést, hogy vajon miért tagadta meg Péter Jézus Krisztust, hát a vicces találós kérdésre adott válasz azt mondja, hogy azért, mert Jézus meggyógyította Péternek az anyósát, szoktuk mondani, de itt most egy másik anyóst hoznék példaképpen. A viccet félretéve, én Naomit hoznám. Naomi az Ószövetségben egy olyan anyós, aki kimegy a gyermekeivel távoli vidékre, mert éhínség van, sajnos a gyermekeit elveszíti, és ott marad a két menye, és az egyik menye Rút követi a hazájába. És amit ott egymásnak megfogadnak, amikor azt mondja, hogy ahová te még oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, Istened az én Istenem, ahol te meghalsz, ott halok meg én is, ott temessenek el engem. Ez a legszebb hűség, nyilatkozat, fogadalom, amit letehet két ember egymásnak, az egy életen át tartó hűségnek az ige szakasza ez. Ezért szokták házasságkötéseknél, különböző kapcsolatok megerősítésénél ezt felhozni. Én magam is egyébként ezt kaptam áldásként, de azt gondolom többen vannak. Nekem a jegygyűrűmben is benne van mai napig a Rút 1.16.17. Ide van vésve azért, hogy mindig emlékezzek rá, hogy a feleségemmel ilyen örök hűséget esküdtünk egymásnak. Az Istene az én Istenem, és egészen halálig tartó hűség eskü ez fogadalom, amit mi ott letettünk a debreceni nagy templomban egykor, de ugyanígy lehet ezt családi kapcsolatokon belül is, ezt a hűséget, nem csak házastársi kapcsolatban, gyermekszülő kapcsolatában, unoka nagyszülő kapcsolatában, de embertársi kapcsolatokban is gyakorolnunk, mert a mai világból már a lovagiasság, a hűség, a becsület olyan dolgok, amelyek kiveszni látszanak. Mi keresztény közösségként gyakoroljuk ezt a hűséget, amiről itt szó van. És aztán hozhatnék egy-két újszövetségi édesanyát, és itt két példát hagy említsek meg a vége fele. Erzsébetet és Máriát, Erzsébet keresztelő János édesanyja, és Mária Jézus édesanyja, akik mindketten az alázatnak, az engedelmességnek a példa képei. Ahogyan azt mondja Mária, legyen nékem a te beszédet szerint. Hát hányszor tudjuk elmondani azt mi mindennapos imádságainkban, amit Jézus Krisztus is tanít nekünk a mi atyánkban, hogy legyen meg a te akaratod, ezt jelenti az, amit Mária is elmondott. Legyen nékem a te beszédet szerint. Hányszor tudjuk elfogadni az Úristen akaratát maradéktalanul, teljességgel, és alázattal odafordulni hozzá, és azt mondani, legyen úgy, atyám, ahogyan te akarod, ne úgy, ahogy én. Az alázat és engedelmesség az, amit e két édesanyától megtanulhatunk. Hát kedves testvérek, azt gondolom, hogy a felsorolt bibliai édesanyáktól nagyon sokat tanulhatunk így anyák napján. És még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy itt az élő édesanyákkal, nagymamákkal állok most szemben, de én magam anyák napján ebben az évben is a sírkő mellett kellett, hogy megálljak, a temetőbe vittem a virágot, mert ugye egy éve anyák napja előtt, erről beszéltem már a testvéreknek, egyszerre halt meg édesanyám, nagymamám. Én azokért, az édesanyákért és nagymamákért is felemelem most a szavam, a hálaadás szavát mondom, amit fel is olvastam. Mindenkor hálát adunk azokért, az édesanyákért, nagymamákért, akik nem lehetnek már itt közöttünk. Akik egykor gondunkat viselték, akik egykor szeretettel kísérték lépteinket, felneveltek, azután bármikor kereshettük őket, odafordulhattunk hozzájuk bizalommal, tanácsot kérhettünk tőlük, és ha más nem, meghallgattak bennünket,
és ugyanúgy, ahogyan említettem a bibliai példákat, imádságban hordoztak bennünket, áldott legyen az ő emlékezetük is. Ezzel a szép áldással kívánok áldott anyák napját mindannyiunknak, és fogadjuk meg azokat a bibliai példákat, amelyeket hallottunk az Ószövetség és Újszövetség lapjairól. Ezt kívánom mindannyiunknak. Így legyen. Amen. Most hajtsunk fejet, és foglaljuk össze lelkünk könyörgését az Úrtól tanult imádságunkban. Mondjuk el közösen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Nagyon szépen köszönjük nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnök úr igei köszöntését, és most kérem önöket, hogy fogadják nagyon nagy szeretettel vendégeinket, mégpedig a református óvoda napsugárcsoportos kicsinyeit, akiket Varga Katalin, Lipcsei Istvánné és Rojko Judit kísértek el ide hozzánk. Anyácska, nézd rám, egy, kettő, három, négy, te kis madár, vigyázz!
Egy varázsszót, ha én azt kimondom, egyszerre elmúlik.
kiáltok, csak annyit, hogy aló. Mindjárt porcukor hull, kávéba, mártásba, csak egy szóba kerül, csak egy kiáltásba. Rossz erőből édes, rosszból csuda jó lesz, sírásból mosolyás, olyan csuda szó ez. Anyu, 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 hangzik este reggel, jaj, de sokba is van ilyen kis gyerekkel. Anyu, 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 most is kiabálom, most semmi baj nincsen, mégis meg nem állom. Csak látni akarlak, anyu fényes csillag, látni, ahogy jössz, jössz, mindig jössz, ha hívlak. Látni sietséged, angyal szelítséged, oda bújni hozzád, megölelni téged. Ajándékot szedtem, egy kis virág.
édes, kedves nagyanyókám, anyád napja van ma. Olyan jó, hogy anyukámnak is van édesanyja. Reggel, mikor felébredtem, az jutott eszembe, anyád napján legyen virág mind a két kezembe. Egyik csokrot neked szedtem, odakinn a réten, te is sokat fáradoztál, évek óta érted. Kimostad a ruhácskámat, fésülted a hajamat, jóságodat felsorolni, kevés lenne ez a nap. Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál, értem, és hogy az én anyukámat felnevelted nékem. Jót kívánunk ma neked, e napon, szép napon, legyen áldott életed, gazdagon. A jó Isten napsugara árasszon fényt az utadra, énekünkkel köszöntünk boldogan. A jó Isten napsugara árasszon fényt az utadra, énekünkkel köszöntünk boldogan. Kész ma is látok, ahogy hűti homlokon, gyengébb tán, de most is biztos oldalom. Szavain is hallom, ahogy megvigasztaltál, fakóbb tán a hangod, de így is szíven talál. Most folytogat a félelem, hogy másképp is lehet, s egyszer asztalomnál üres lesz helyet. Mama, jöjj még százszor, arcodon még napsugár ragyog, addig szólj rám, hisz gyermek is csak addig vagyok. Súg meg kérlek, múlt a titkát, ahányszor csak tudod, a mége föl az otthonom. Ma is, hogyha kérném, lenne báli jelmezem, s a tűk, mi százszor átszúrt, ma sem az én kezem. És sose jut az vissza, amit értem vállaltál. Mégis, hogyha kérném, ma is helyettem adnál. Most folytogat a félelem, hogy másképp is